Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt gondolom, hogy a gyerekek mindenek előtt, mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy a gyerekeink hogyan fejlődnek, hogyan tudnak kibontakozni és hogyan tudnak felzárkozni. Itt a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztési Központ áldásos munkájának köszönhetően ma nagyon sok kisgyerek fel tud zárkozni, be tud lépni és tudja tartani az iramot a korosztályával együtt, és ezt nagyon korai fejlesztéssel tudták itt elérni. A Prosperitás Vitája Alapítvány Egyesület, illetve a Megyei Sürgősségi Kórháznak is a kihelyezett részlegeként folyik itt tevékenység. Ezen az udvaron, egy nagyon szép udvar, és hát néhány szó erejéig arról beszélgetünk, hogy fogunk beszélgetni, hogy a lovasterápia mit is jelent, illetve a lovazás a gyerekek számára, főleg azok a gyerekek számára, akik valamit le kell küzdjenek, be kell hozzanak, vagy rá kell érezzenek. És akkor néhány szóban erről a programról, ami zajlik, hogyha nekünk mesélne. Igen, hát ez egy 5 napos tábor igazából, és egy olyan csoportot foglalkoztatunk az 5 nap alatt, akik amúgy is ide járnak heti 1 nap csoportos tevékenységre. A gyerekeknek a nagy része kommunikációs problémával küzd, beszédkésésük van, illetve egy kicsit így a szociális kapcsolataikba kell őket megerősíteni. 6 gyerek van a csoportban, és egy speciális módszerre dolgozunk, tehát képes kommunikációval, és ide illesztettük be a lovasterápiát, mint plusz tevékenység, illetve minden nap, még a 6 gyerek mellett minden nap délután még 4 gyereket behívtunk, hogy maximálisan tudjuk kihasználni ezt a jó lehetőséget. De a ló nem beszél, tehát akkor ez hogy történik? Hát talán pont ez a jó, hogy nonverbálisan is milyen szépen lehet kapcsolódni a világhoz, egymáshoz, mert azt gondoljuk, hogy a verbális kommunikáció az, ami aztán emberré tesz minket, pedig hát az csak egy, nem tudom, egy kisebb része talán az egésznek, mert a nonverbális kommunikációnk is egy nagyon fontos része a dolognak, és ezek a gyerekek valahogy az állatra nagyon-nagyon szépen rá tudnak hangolódni. Olyan csatornákat tud megnyitani, olyan készségeket tud előhozni az állaton levő tevékenység, amit mi asztal mellett nem tudunk megcsinálni. Tehát most a héten is volt tényleg olyan jó tapasztalat, hogy a szülő elsírta magát konkrétan, mert azt lát, hogy az ő gyereke egy nagy állaton ülve teszi a dolgát, csinálja, amit a terapeuta kér tőle, és hogy olyan tapasztalatokat tudnak szerezni, ami máshol nem elérhető. Kicsit közelebb mehetünk, itt most úgy terveztük a mai reggelt, hogy itt lesz a ló is, meg stb. Mi történt a lóval? Hát 3 napig szépen működött a dolog. Nincs olyan nagy baj, csak a tegnap reggel allergiás jeleket mutatott, és így főleg a ló védelmében, de hát a gyerekek védelmében is felfüggesztettük a programot, de abban maradtunk, hogy bepótoljuk, fel fogunk menni ma Défalvára a Transzilió Lovas Klubhoz, és akkor ez a 2 kedves terapeuta fog minket fogadni egy nap, összekötjük egy kicsi kirándulásra, és akkor be fogjuk ezt a programot fejezni. Itt volt, vagy hol? Ott. Ja, ott elő. Itt menjünk nyugodtan itt körbe. És ugye a lovas terapeuta szakma nem olyan rég sikerült, amíg az RMDSZ kormányon volt akreditáltatni, tehát most van egy ilyen szakma is, hogy lovas terapeuta. Egyre több lovas klub elkezdett foglalkozni azzal, hogy lovas terápiára is nyisson foglalkozásokat. Mit tudunk mondani azoknak a lovas kluboknak, vagy szervezeteknek, csapatoknak, hogy hogyan fogjanak ennek neki, vagy hogy látja, mire kell vigyázni? Hát nagyon fontos, hogy olyan szakembereik legyenek, akik talán a legfontosabb a szakképzettségen kívül is, akik nagyon szívesen foglalkoznak gyerekekkel, nagyon türelmesek, mert ugye ez egy olyan munka, hogy sietetni, és bemehetünk a cipő. Szabályokkal persze eredményt elérni nem nagyon lehet. Most 2 gyógytornász terapeuta jött Hanzival, ő volt a terápiásló, és ők nagyon-nagyon szépen rá tudtak hangolódni a gyerekekre. Tehát mint kiegészítő terápia nagy-nagy szükség lenne az állatasszisztált terápiákra. Felénk ez még elég gyerekcipőbe jár,
Ami nehézség, hogy elég költséges, és azért is szeretnénk minden évben legalább egy ennyit nyújtani a gyerekeknek és a szülőknek, hogy legalább tapasztalják meg, és aki teheti, az persze tovább fog menni, tovább fogja igényelni ezt a szolgáltatást, de hogy aki nem engedheti meg magának, az is szerezzen egy ilyen tapasztalatot, mert azért ezeknek a gyerekeknek mondjuk a nyári tevékenysége az sokkal szűkebb a lehetőségi kör, mert nem lehet elküldeni egy normál táborba, nem nagyon lehet nappali foglalkoztatóba küldeni, és szinte az egész vakációt otthon töltik, úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen színes pont is az ő életükben. Jó, akkor azt mondhatjuk, hogy effektív mindenki, aki teheti, próbáljon meg lovas, terápiás eseményeket is, programokat szervezni. Ugye itt is a megyei tanácsnak a támogatása volt az ifjúsági programból, vagy melyikből? Családos pályázati kiírásunkból, tehát az ott a lehetőség, azon kívül pedig minden egyedi helyzetben talán meg tudjuk találni a támogatásnak a formáját. Itt még így a központról egy-két szót kimondana. Ki jöhet ide, akinek esetleg most itt felkeltette az érdeklődését, és van a családban olyan kisgyerek, hogy kéne vele talán itt foglalkozni. Ön mondja, vagy? Hát végülis mindenkit szeretettel várunk, akiben bármiféle kérdés felmerül. Korai fejlesztőként annak örülünk, hogy minél korábban ide kerülnek a gyerekek, tehát az már akár egy éves kor alatt, tehát már 3 hónapos kisbabákat is meg tudunk vizsgálni, vannak olyan vizsgáló módszereink, amivel be tudjuk kategorizálni, hogy ez még belefér a normál fejlődésbe, vagy már segíteni kell valamilyen módon rajta. Nagyon sok gyerek érkezik óvodába induláskor, mert akkor ugye kicsit így bekerül a közösségbe, és akkor az óvonéni jelzi, vagy a szülő látja, hogy az én gyermekem mégsem úgy működik, mint a többi gyerek, illetve az iskoláskor még egy ilyen fordulópont, amikor vagy veszi jól az akadályokat, vagy pedig nehézségei vannak. De azt tapasztaljuk, hogy minél korábban sikerül beavatkozni, annál nagyobb a fejlődési lehetőség. És mindig azt mondom, hogy ha a szülőben bármiféle kérdés van, lehet, hogy a fölösleges kör lesz, és eljön, megnyugtatjuk, sokkal jobb, mint hogyha végig aggódna 2-3 évet, és a végén úgyis fejlesztése kellene járni. Akkor itt be lehet jelentkezni, és fogadják önök, programálják? Igen, most egy ideje jó együttműködésünk van a Gyermekmentális Egészség Központtal, remélem jól mondtam. Tehát gyermekpszichiáterekkel dolgozunk együtt, mert nagyon fontos, hogy az orvosi vonal is meg legyen erősítve, illetve pont most vizsgál itt egy doktornő, aki fizioterápiás szakorvos, és ő a gyógytorna vonalat viszi. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy most már orvosok is kerültek mellénk, mert a mi munkánk, az ő munkájuk után, tehát az ő javaslatukra kezdhetnénk el. Amíg nem volt orvos, úgy is dolgoztunk, mert hát olyan nagy baj nem történhet, hogyha segítünk. Jó, hát akkor itt lehet jelentkezni, illetve betesszük itt felül is, alul is az elérhetőségeket. Itt vagyunk Csíkszentmárton, egy nagyon szép udvaron, amely valamikor régebben egy gyerekvédelmi központ volt, egy nagy gyerekház, gyerekotthon volt itten, és hát jól döntöttek a 2000-es, 90-es években az akkori megyei vezetők, hogy ezt le kell építeni, és úgy alakult ki máskülönben az országban elsőként a hivatásos nevelői hálózat, hogy az itt dolgozó személyek, mindenkinek megvolt, hogy 2-3 gyereket úgymond idézőjelben vigyen haza, és akkor úgy kialakult a rendszer. És utána jött a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, akiknek nagyon sok tapasztalatuk volt Magyarországon és nemzetközi szinten is a gyerekek korai fejlesztése tekintetében. Aztán létrejött az alapítvány, az egyesület, és ma a korai fejlesztő központ is van itt ezen a helyen, és a kórháznak is van kihelyezett tevékenysége, illetve ez az udvar sok mindent elbír, és hála Istennek ilyen sok-sok adottsága van. Úgyhogy én arra hívok mindenkit, hogy talán az országban nem sok ilyen hely van, nem? Én úgy tudom. Hát talán nincs is ilyen hely, főleg olyan hely, amit az egészségügy is felvállalt. Tehát úgy működünk, mint a kórháznak egy alegysége. Tehát vannak egyesületek, de inkább ilyen párhuzamos munka folyik. Úgyhogy egy nagyobb intézmény vállalja ezt fel, ilyen talán nincs is. Jönnek más megyéből is ide? Igen, hát Kovászna az alap, de hogy mondjuk heti szinten Gyergyóból, Udvarhelyről,
most már vizsgálatra, akár Maros megyéből, Kolozsváról is jöttek. Őket mindig megpróbáljuk meggyőzni, hogy biztos, hogy ott a környékükön is van jó szakember, meg nem kell idáig elutazni, de van, aki nagyon ragaszkodik, és egy kirándulással egybekötve eljön, és akkor szívesen fogadjuk. No, hát kitartást kívánok az önök munkájához, és hogyha bármire van szükség, akkor szívesen állunk önök mellett. Magyar Székely Népviselet napja van, majd mindjárt is be fog költözni. Itt akkor önök is beöltöztek ma? Igen, igen. Hát, tartjuk a napot. Igen, egy kicsit nehezebb így dolgozni gyerekekkel, de hogy azért belefér. Hát akkor kitartást, jó munkát. Köszönöm szépen. Minden jót.